Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa TV. Ha az nagy csambuzinban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa TV, Kassa TV, Tibi, hát nem múlhat úgy el kedd nélkül, hogy ne lennél itt velünk, Tibi. Figyeljetek, bejöttem a stúdióba, és embertelen látvány fogadott, tehát embertelenül röhögtem. Tehát itt ül benn az Anna, a Balázs székében, fűzgéli egy ilyen szexi topban a Hunyadákost, a hírszerkesztőt, a technikus próbál nagyon elhatárolódni az eseményektől, tehát figyelj, nincsenek a macskák, és embertelenül cincognak az egerek. Tehát, hogy lefotóztam, és ki is raktam, mert nézzétek, mert nagyon fogtok röhögni. Tehát egy olyan klub hangulat. De milyen a székem? Azért menő, nem? De nem akármilyen székben ülsz. Figyelj, megmondom őszintén, hogy egy picit volt alkalmam most körbenézni a stúdióban, és fölfigyeltem egy pár dologra, nem tudom, hogy a többiek tudják, én most elmondom, leleplezlek egy picikét, hogy azért mindenki egyenlő, de egy picit te egyenlőbb vagy, Balázs. Tehát Balázs fotelje egy picikét, tehát itt most így nézegettem, milyen gombok vannak rajta, tehát háromféle lávaköves masszázs. Tehát az első, ami... Rohadt szemét, ez hazugság. Háromféle lávaköves masszázs. Na most rögtön mellé nyúltam, abban a pillanatban néztem, hogy beindult az ülésfűtés, akkor kerestem, hol kell kikapcsolni. Tehát, hogy... van egy ilyen piros gomb itt a jobb oldalnak az alján, megnyomtam, abban a pillanatban kettő félmeztelen hostess pezsgővel és kaviárral jött be. Tehát mondtam, nem kérek. És annyi, hogy fölvettem a fejhallgatódat, ami pedig a legfinomabb hernyósejem. Tehát, hogy ezt nem értem. Tehát, hogy milyen olyan, mint egy spanyol csizmatéd, a legfinomabb hernyósejem. Az a baj, hogy hűlünk, de ezt közben elhiszik egyébként. De mondjuk, ugyanolyan széken ülök, és ugyanolyan fülesem van. Na jó, tényleg nem. Anna! Mika, és Tibi, hogyha a nagy piros gombot megnyomod, akkor kigurul a WC-re veled. Anna! Anna, segítsen, hogy kell kikapcsolni ezt a lávaköves masszást, mert már nyomja a hátamat, most a vérkeringésem elizé. Rögtön elintézzük, Tibikém, ismerem a Balázs székét. Anna, integess már be nekünk Skype-on, hogy lássunk téged, és egy hete nem látunk. Hol az Anna? Nem, menj már ki WC-re. Anna, gyere már egy puszira be Skype. Hello! Anna! De jól áll neked a füles. Hello. Régen. Új a hajad? Barna vagy rövidebb? Vörös. Vörös. Te voltál? Vörös. Előre fésültet hátulról? Aha, de igen. Kiszúrtam vörös? De tényleg, milyen jó szemed van. Jobban látsz 9000 kilométerről. Atya úristen. Ne, otthon sose veszi észre. De nem, jó a hajad. Más köszönöm. Lett a hajad. Ugye voltál Fodrásznál? Igen, voltam, de be volt zárva. Kivette észre, kiszúrta ki, kiállapította meg azonnal. Nincs nagyobb bók egy nőnek, ha észreveszed, hogy új a haja. A teniszbajnok. Így van, jó, teljesen vagy. Egyértelmű. Azonnal kiszúrtam. És ebben a felbontásban milyen fehér a fogad? Na mi újság? Tibi, hogy vagy? Mi újság? Puszi, puszi. El kell, hogy mondjam egyébként, hogy viszont csak eddig dicsértünk Balázs, de hogy az egérpadodról pedig most készül egy ilyen baktériumtenyésztés, mert az viszont ami erről le fog jönni, szerintem ahhoz képest az ebola az egy ártalmatlan tűszögési roham. Tehát, hogy az semmi. Vigyázz, mindent azon tárolok. Az abot és a mézet. Egyszerűen hát, külön hogyha, a cseresznyemagot. Minden az egérpadon van. Szerintem erről az egérpadról teherbe lehetne ejteni egy lány kollégiumot. Tehát, hogy ez itt valami őrült izé van. Figyelj, amit akartam mondani viszont, hogy te kivitted a laptopodat, Balázs? Én elvittem a laptopomat, igen, mert nekem azon van minden beállítás, mentés, jingle paletta, effektek, én anélkül nem megyek sehova. Én onnan vettem ezt észre, hogy ugye rá akartam nézni arra, ami itt maradt. Na most, ami előttem van, én nem tudtam, hogy ki, bementem a böngészőbe. Jani, figyelj, tehát, hogy én bírom a hardcore pornót. Én bírom a hardcore pornót, de ami a te böngésző történetedben van, az még az én gyomromat is megforgatta. Tehát, hogy kérlek, tehát, hogy... Igen. Figyelj, nyugodtan a linkeket küldd át magadnak. Te jó? Jó? Igen. De Balázs e-mail címén. Én hallottam már róla, hogy van ilyen állatos dolog, csak nem gondoltam, hogy olyat is néznek emberek, hogy állat állattal. Tehát, hogy az már nekem is, az már nekem is sok. Tehát, hogy jó, mindegy, annyi, hogy én most megkértem a srácokat, hogy amíg kim vagytok, tegyenek már föl nekem egy ilyen gyerekszűrőt, mert kicsit így nehéz ezen a gépen elmenni. Átültem a Feri pultjához is, ami meg csak egy annyi, hogy nem gondoltam rá, és nem támogatnám a sztereotípiákat, de két dekások vannak a pult aljára ragasztva. Tehát, hogy... Így is van, bármikor baj lehet, és egyébként, ha balra lenyúlsz, ott van a kolbász is. Felakasztva, igen.
az én pultom alá, amikor benézek, akkor 8-10 fölnyomott rágó, de ne leplezzél, lemerítel a Gyula mögöttem, hogyha ezt ne akar megtudni, ott mindenbe beleakadhat a kezed, amire nincs szükségem a számban, azt fölrakom a pult alá alulról. Úgyhogy vigyázz, ott még érdekes dolgok nem, vannak. Lányok, nem kérek több kaviárt, tényleg tele vagyok. Jó, nyomogatom mindig ezt a nővérhívót, és hozzák a kaviárt nekem egyfolytában. Jó, de nem az újra belakott stúdió és Anna flörtje az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Most még hagyok nektek pár napot, hogy ti magatok is rájöjjetek, hogy ez a menni Afriká, ez 6 hétig nem fog kitartani. Tehát nem ez fogja most bökni a sőrömet, ebbe belepusztolok. Tehát az ideúton bele, fia, rugdostam az autórádiómat. Tehát, hogy ez 6 hétig... Olyan cuki a Páko, olyan cuki. Figyelj. Ha már nem tudtuk elvinni, megígérte neki, hogy ilyen jingle-ök formájában kivisszük délután. Akkor legalább majd mondjon... Ez volt a deal, hogy hagyjon minket békén. Majd mondjon egy újakat, mert ez a menni Afriká, és én majd rugdosom az autórádiót. Tehát ne! Jó, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőrmet. Ez egy picikét most nem az utatokhoz kapcsolódik. Kellett valamiért beszélgetnem az internet szolgáltatómmal, és kicsit érdeklődtem a csomagomról, és kiderült, hogy egy picikét ez a régi előfizető versus új előfizető dolgot akarom egy picikét boncolgatni, biztos, hogy ti is benne vagytok, vagy láttátok már, hogy figyelj, te előfizetsz egy csomagra, legyen az kábel, TV, internet, bármi. És konkrétan, hogyha most valaki az utcáról besétál, kap a te csomagodhoz képest egy olyat, hogy az orravére elered, negyedáron, 10-szer annyit, közben aranytálon fogják neki feltállalni, te régi előfizetőként meg már sehol nem vagy. Tehát jobban jársz konkrétan, hogyha mondjuk nem csomagot váltasz, hanem fölmondod az előfizetést, az újra besétálsz az utcáról. Az megvan? Nálunk a Jani a nagy csomagkötő, meg a mindenféle csomagbővítő, de egyébként ebben tényleg van valami, hogy ha már előfizető vagy, sokkal nehezebb váltani, nem? Vagy új csomagot kérni? Hát meg a kedvezmények, amit egy új embernek automatikusan adnak, tehát besétálsz, és én most ezt neked ötösre adom meg, Tibi, már, még mielőtt kibontanád a dolgot, besétálsz oda új emberként, akkor azt mondják, hogy jaj, Rákóczi, de jó, hogy maga itt van. Ez kedvezmény. Ha egy évvel ezelőtt kötöttél, akkor tudod, mit kapsz? Ezt. És úgy veszik ki a csomagból a kedvenc csatornádat, hogy nem is tudod, hogy kivették. Egyébként mondjuk ez egy más tészt, az arra nagyon dühös tudok lenni. Igen. Mondjuk az én csomagomat már nem lehet bővíteni. Jó, de jelzem. Tegnap együtt zuhanyoztunk, valóban nem lehetett egy csomagodat bővíteni. De tényleg, arról van szó, hogy te ott vagy előfizetőként, te már megvagy, ugye? Tehát, hogy a cég megnyugodott, hogy te már megvagy, ugye? Kassa úr megvan. Megérkezik X úr az utcáról, azt még meg kell szerezni. Tehát kap olyan csomagot, hogy belebetegszik. Tehát, hogy ehhez képest te szépen ugye elfelejtődsz ott a meglévő csomagba. És tehát, hogy közben legalább, ha annyi elegancia lenne, hogy közben legalább úgy nagyjából, hogy középúton frissítgetnék a tiédet is. De hogy nullára. Te, Jani, te ezeket figyelgeted? Persze, mindenképpen odafigyelek rá. Abszolút. Jani csinál olyat is, hogy a régi előfizetését felmondja, és újat köt, mert az kedvezőbb, érted? De itt egy családi csomag, nem, Jani? Tehát családi. Családi. Egyértelmű. Családi, hát a kisebb mások jellegű csomagokat is igényelnék, de hát sajnos ezekben nem mindenki akar. Nem, partner. Igen, de általában azt szoktam csinálni, hogy dílt kötök. Tehát televíziós csomagról van szó, akkor kap a gyerek is egyet, Móni is kap egyet, meg én is kapnék egyet. Gyerekek, egyébként ebben fényébekben vagyunk lemaradva Amerikától, mert hogy ott nem az van, hogy a szolgáltató valamit rád erőltet, hanem ott az van, hogy te saját magadnak, amit te nézel, összeválogatod, és nagyon sok államban úgy működik a rendszer, hogy amit összeválogattál, mert tudod, hogy ezt a 8-10 csatornát nézed, azt számlázzák ki neked. Tehát egy általad összeválasztott listát nézhetsz, és nem kell kifizetned azt, amit egyébként te a csomagba belevennél itt Magyarországon, de nem nézed. Összepakolgatod magadnak, aha, megmondják, hogy ez a csomag, amit te összeállítottál, ez mennyi, és ehhez képest fizessél, akkor mit tudom, ennyi dollár, meg ennyi centet. Ez sokkal jobb rendszer, mint hogy itt eldönti a szolgáltató, hogy te mit nézhetsz, ugye, kiveszi, beteszi, te kiválasztod, mert a nagyba benne van az a három, amit néznél, de nem tudod igazából szíved szerint összeválogatni, nem? Hát igen, de azért vannak olyan lehetőségek is, amikor mondjuk következmények nélkül lemondhatsz bármit a csomagból, ami neked adott esetben akkor már nem tetszik. És akkor olcsóbb lesz az előfizetés? Igen. Tehát ez már akkor kezd hasonlítani ahhoz, igen. Nem tenném rá egyébként ezt csak a kábel szolgáltatókra, mert a mobil szolgáltatómnál is bent voltam, ahol egy olyan csomagban vagyok, ami egyfajta ilyen korlátlan beszélgetős csomag, tehát hogy van egy fix díj, azt annyi. És besétáltam,
És mondta... A very impresszívek között vagy? Micsoda? hogy besétáltam, és mondta a hölgy halálcukin, hogy egyébként már egy a 8 hónapja van egy, meg lehetett volna úgy újítani a csomagomat, jaj, kassa úrám, maga sokat fizet, mert már 8 hónapja van egy 7000-re olcsóbb csomag, ami ugyanezt tudja, csak annyi picit többen az internet. Tehát, ebbe igazadom. Tehát, hogy én kérek elnézést, nem? Tehát, hogy ilyenkor... Figyelj, hogy nem küldött neked erről értesítést? Nem, értesítést nem küldött, hozzám személyesen jöttek egy szávirággal. Igen, tehát azért nem kötöttem. Olyan értesítést egyébként küldted, hogy a levélben a számla mellé neked leírja, de ki a fene olvassa azt el, hogy ilyen-olyan, letéped a számlát, utalod, kifizetett, stb. De mi van? Költséghatékonyabban működsz, vagy low budget, vagy bementél minden szolgáltatóhoz, és kicsit fölmondod a szerződéseidet, és átiratod? Tehát itt kicsit át kellett gondolnod a kiadásaidat, vagy mi van? Lemondtak néhány koncertet? De örülök, hogy ebből is ki tudtál hozni rosszul. Bementem a mobil szolgáltatomhoz, bementem a TV szolgáltatomhoz, mindenhol rájöttem. Mi van? Kicsit igazából át a családi költségvetést, és át kellett alakítani? Igen, egy kicsit átvilágítottuk, mert rá kellett, hogy jöjjek, hogy a bátyám vagy a csajom kölcsokat. Tehát, hogy valahol elúszik a büdzsé. Nem csak, én azt gondolom, és hogy csak ez legyen akkor a végkicsengés a dolgok, azt gondolom, hogy régi előfizetőként, amikor kicsikét van, jobb csomagok úgy előjönnek, akkor legalább úgy a középértékét hadd kapjam már meg. Tehát, hogy nem kell nekem valami ultrát kapni, de hogy egy kicsikét úgy engem is húzzanak már, hogy ne legyek már annyival rosszabb régi előfizetők. Azért, mert én mondjuk 5 éve hűséges vagyok mondjuk, vagy ott vagyok egy szolgáltatónál, azért ne büntessenek már, legyenek olyan tüneményesek. Ja, gyerekek, megadható. Adjuk meg, nem? Adjuk. Megadható. Jól adjam? Jól, az jó. Ezzel egyetértünk, nem? Ezzel egyetértünk. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörgetés. Te szemét vagy. Te szemetek volt. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Gyerekek, ezt hármasra kellett adni. Ritkán adom a hármasat, de ezt most meg kellett adni. Ez egy jogos. Ráadásul így, hogy sajnáljuk is, mert hogy a családi költségvetés megrogyantott a dolgok egy kicsit. Néha az embernek jó átfésülni, pont a mobillal jártam én is úgy, hogy átmentem egy másikhoz, és pont ugyanezt mondták, hogy hát ebben már 8 hónapban átmenne az ilyen-olyan optimum, ilyen mit tudom én, milyen csomagba, és kiderült, hogy sokkal jobban jár, csak hát nem hívnak föl ezzel, és nem mondják el. Úgyhogy ezt megadtuk hármasra. Láttam egyébként a hirdetést is, Tibi, amiben a piros portautót elcserélt 3 vagonért. Na, vagy. De hát már 9:30 múlt 7 perccel, vagy fél 10 lesz 3 perc múlva. Igen, ez a kettő közül bocsánat, valamelyik. Zulu nyelven van írva az idő, igen, és én már picit még nehezen tanulom a nyelvet, hogy egy hűségcsomag, meg telefon, meg mindenféle ilyen kecskés csatornák, meg mit előzmények, meg kecskés csatornák. Egy kicsit azért húzod az időt, mert esetleg kitettük a lábunkat, érted, és már is eljátszod azt, hogy nincs témád. De van! Menni Afrika. Na mond. Jó. Ugye most mi az elkövetkezendő hetekben egyfajta távkapcsolatban fogunk élni, ugye? Így van. És én egy picikét emiatt kibontanám a témát, utána mentem annak, hogy hogyan működhethető jól egy távkapcsolat. Mert én szeretném, hogyha ha továbbra is boldogok, kiegyensúlyozottak lennénk együtt, fennmaradna az a fajta harmónia, ami eddig sem volt meg, személyesen sem. Alapvetően hisztek-e a párkapcsolatban? Na, ezt igen, jó indultunk? Igen, hát így házas ember. Maradj ide. Hülye egy dolog, de valahogy belepártunk. Hisztek-e a távkapcsolatban? Igen, maximálisan. És ezt nagyon szépen köszönöm Gattyán Györgynek. Igen. Sokszor kérik a bankszámlaszámodat, és mindig 5 dollárt húznak le, de mindig leveszi azt, amit akarsz. De nagyon szeretnék, Tibi, hogyha mi is így tartanánk egymással a kapcsolatot. Jó, hogyha tollál nekünk legalább hetente kétszer egy jó kis live show, így a ezen keresztül. Mindenképpen. Mondom, gyerekek, bocs, Tibi, csak kijelzett a tévénk, hogyha nem nyomunk meg egy gombot 40 másodpercen belül, akkor ki fogja kapcsolni önmagát, úgyhogy bármit most megnyomunk, ami tévénken, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot. Jó, de te beszélj nyugodtan. Igen, mert azért hangom mellett azért mondjuk ki, hogy azért a látvány is lebilincselő. Tehát azért mindenképpen jó, hogyha láttok. Sajnos túl jó tévén nézünk. Igen, és iszonyatos közelibe vagy, de egyébként valóban lebilincselő a látvány, igen. Na, szóval távkapcsolat, hát nem volt még szerintem nekünk, hogy ezt meg tudjuk ítélni, de van egy nagyon szép mondás, amit csak így elő tudok nektek rántani, na, hogy érezzétek azért, hogy sokszor azért, mert én sokat kérdezek, és direkt tettetem magam butának. Milyen szép gondolatok vannak azért fejemben. Direkt? A távkapcsolatra mondják, és ez nagyon szép mondás, hogy a távkapcsolat a kis tüzet eloltja, az a nagy tüzet
fellobbantja. Már hallom, szétcsipált a fülemben. De jó. Bocsánatot kérek, írjátok föl jegyzeteket. Érdekes, én jobb is vettem, hogy a kis tüdőt ellopja és a nagyot is. Igen, mert egy rohadt romantikussággal megáldott, egyáltalán nem megáldott, megáldott. Vagy. Még egy zokni vagy a családi fotó, még egy zokni vagy a... Még egy zokni. Az a baj, nagyon nehéz folytatnom a témát, mert közben látom, hogy Anna zokog az üvegpult mögött a romantikától. Tehát, hogy hát annyira meghatott ez a hasonlat, hogy belebőgött. Egy picikét itt utána olvastam, hogy mi is van a távkapcsolatban. Próbáljuk meg ezt most a mi esetünkre rávonatkoztatni. Jó, hogy itt távol vagyunk egymástól, és hogy hogyan éljük ezt meg. Távkapcsolat. Egyik félnek sem könnyű. Eddig igaz, nem? Ez igaz, igaz. Igen, nektek is nehéz? Nektek is nehéz, ugye? Igen, igen. Már veled kapcsolatban? Igen. Amikor elmondod, nagyon nehezen alszom el, Tibi. De nehéz. Na, azt írják, hogy a legelején nagyon fáj mindkét félnek, hogy messze vannak egymástól, de energiát és pénzt, időt nem sajnálva folyton utazgatnak egymáshoz. Most már milyen nexusban beszélünk erről? Tehát a Feri és a Béka, vagy te és mi? Hát én úgy érzem, hogy te és mi. Én azt akarom kérdezni, aha, hogy merült-e föl az benned, hogy ha lesz egy leállás etap a forgatásban, akkor te hazarepülsz Szadára, egyölelés és vissza. Nem. Egész gyorsan és őszintén mondtam. De az viszont igen, hogy te gyere ki. Ha van kedved egyébként, és hozzál egy teniszütőt, hogy tudjak végre valakivel játszani, meg hozzál egy meleg fölsőt, mert este rohadt. Így van, de ne jöjj félre, Tibi, nem úgy gondolt, hogy veled játszani, te csak a teniszütőt hoztál. Valakit hozzám. Igen, ezt akartam mondani, hogy amennyiben nem akarsz válaszokat kapni, szerválni, nekem tudsz, én meg tapsolok a túloldalon, hogy ügyes vagy, mert körülbelül ennyi lenne a mi játékunk. Jó, összegyűjtötték az előnyöket és a hátrányokat, ez alapján talán könnyebb lesz akkor megítélni, hogy akkor mi hogy is állunk. Álltok előny, nem lógtok folyton egymás nyakán, mindenkinek megmarad a személyes szabadsága. Ez eddig? Kiváló ér. Kiváló egyébként. Kicsit mindenkinek van tere, kicsit mindenki tud jönni, menni, szabadon mozogni, ezt adom. Tehát akkor hogy nincsen az, hogy délután mindig mondom, hogy gyere Bali, fussunk össze, dumáljunk már picit, menjünk el az ugrálóvárba ketten, nem tudom. Tehát, hogy van tered, van most. Mi eddig ezt csináltátok? Mi igen, csak mi igen. Mi a Balázsral, igen. Olyan volt már, jöttünk forgatásról, a Jani elszenderedett, és egyszer csak fölültött. Tibi! Hol vagy? És mondom, Jani, aludj vissza, csak egy szörnyű állat. Te van! Hiányérzetem. Tehát ilyen volt, ilyen, ezt meg tudom erősíteni, ilyen abszolút volt. A következő egyértelmű előny, és ezt most tapasztalhattátok, amikor megjött az élő kapcsolás, mindig öröm újra látni a másikat. Egyébként ez tényleg így van, mert hogy keddenként kevésbé örülök neked, abból a szempontból, hogy csomószor láttak, de nem. Most volt egy ilyen nosztalgikus, itthon vagy, látjuk a stúdiót, ott a stúdió, ott a Tibi, ott az Anna, de jó, hazai ízek, hazai látványok. Ez egyébként valóban működik. Tehát jobban örültem most neked, mint egy átlagos zord októberi kedden. Jó. Tényleg. A következő előny, nem kell alkalmazkodnod hozzá, nyugodtan csinálhatsz programot a barátaiddal. Abszolút jó. Abszolút jó. Hát ti tegnap úgy mentek át gnuhust venni, úgy mentetek át, hogy nem mondtátok, hogy hol vagy Tibi, nem? Simán csináltatok programot. Hát kerestük nagyon, de inkább a gnuhus mellett. A voksos. Ez is működhet. A távkapcsolat utolsó előnye, nem kell minden nap top formában lenned, hisz úgyse lát. Ezt nem baj, ha nem veszük magunkra. Tehát ezt gondolom, hogy... Így van, de amikor én otthon vagyok, akkor sem igyekszem csúcsformába lendülni, akkor ennyi után már nem mindegy. De ez is jó egyébként, igen. Jó, mondok néhány hátrányát a távkapcsolatnak, jó? Na. Folyton azon agyalhatsz, vajon nem talál-e mást a párod, aki sokkal közelebb él hozzá? Tehát, hogy te most találsz magadnak egy másik műsort? Hát, nem, hát hogy találok. Csak nem. Nem, hát találok magamnak valakit, akivel Bali helyet járhatok teniszezni, Jani helyet. De mi, hogy bemész a Bocsiékhoz a műzikba, erre gondolsz, hogy mi? Gyerekek, kedv van, a Baliék nincsenek itthon, megjöttem, menj már, hoztam a kis... Ha nem éred utol, telefonon, akkor azonnal gyanakodni kezdesz. Nem is hívtunk. Igen. Valószínűleg azon a gyanakodik ezt, hogy rád se sörgött senki ma a stábból. De nem, azért nem hívtatok, mert tudtátok, ha nem venném föl, akkor rögtön gyanakodnátok, és nem akartatok magatoknak fájdalmat. Érted, hogy az a bizonytalanság, vajon ja, mi tényleg lehet? Így, hogy nem hívtál, nem vagy bizonytalan. Mit csinál? Igen.
Egyébként meg ez így van, én tegnap reggel írtam Tibinek 6-kor egy SMS-t, illetve azt hiszem, hogy te kezdted, én írtam egyet 6-kor, és arra csak este válaszolt. És így kérdeztem is a Janit, hogy te Jani, mi lehet a Tibivel? Már nem szeret. Mit mondtál? Azt igen, hagyja. De ez a kérdés csak azért volt, mert te 10 után rohadt magányos vagy. Mi elmegyünk dolgozni, te meg itt kolbászolsz a kertbe. Ha-hó, ha-hó, srácok, srácok. Kire nem csörögtem még rá? A kasza. Igen. És, na, még, jó. Igen. És még mindig csak reggel 10:30 van, tudod. Igen, hát úgy hosszúak a napok, igen. A konklúziója a dolognak az, mert úgy lát, ezt körülbelül szerintem ennyire tudtuk kibontani a távolból. Mondom nektek, nem könnyű ezeket az akadályokat áthitalni, de... nem lehetetlen, és ha ezen az időszakon átesünk, utána nagyobb lesz a szerelem, mint az elején. Tehát, hogyha hazajöttök, akkor úgy fogtok szeretni, mint soha azelőtt. Istenem, annyira várom már, hogy egymásba forjon a testünk, hogy összeperzselődjön a bőr. De én ezt Ferihegy 2-n szeretném megnézni. Anya, és egyébként annak is örülök, Tibi, hogy mi is találkozunk majd. Ferihegy 2-n november végén majd, aha, szeretnénk, ha te is kijönnél. Gyere már ki. Gyere már ki elénk egyébként. Én... jó, kicsit már ez, gyerekek, a Honvágy első jele, jó, hogy a utazásunk 5. napján arról beszélünk, hogy mi lesz novemberben Ferihegyen. Érzitek, hogy itt kezd beszállítózni, hogy azért mindenki kezd egy kicsit hazagondolni. Jó? Igen. Tényleg, gyere már ki majd, Tibi, jó? Hozz ki Moniékat, várj még minket a parkolóban. Azt akartam mondani, hogy azon nagyon ne lepődjetek meg, hogy azért terveim között szerepel, hogy egy picikét meglátom, hogy muzsikáltok kint, de szeretném átvenni az életeteket, tehát ne lepődjetek meg, Balázs, hogyha nem fogsz ráismerni a riasztókódodra, Jani, hogyha nálatok Virág már engem szólít apának, és Feri, hogyha az ellipszis gépeden engem találsz, amikor hazajössz félmesztelen nagyon edzeni, izzadni, az a terveim között szerepel. Tehát egy picikét átveszem. Ha használd, ne nyúj az italokhoz. Igen, és a szerrádó sonka az a spájzban. Jól van, érezzétek jól magatokat, nagy királyok vagytok, nagyon irigylünk benneteket, nagyon jó idő van, nagyon császár. Nem akarom hergelni Magyarország lakosságát. Rohadjál meg, Balázs. 36 fokot mondtak ma. Nyugtasson a tudat, hogy este viszont nagyon lehűl, akkor ilyen 8-10 fok van, napközben cudar. Az tényleg, az elég kemény, igen. De nem mondani kell, hogy egy rohadt nagy pálmafát látok. Az ellátás, az úgy hallottam, hogy szerény egy ilyen 6+1 csilla kis gyémánt, egy apró hold pici nap. Igen. Mondanánk, hogy ez nem így van, de nem akarunk hazudni. Tehát, hogy bekopognak egy ilyen apró bébi fóka, hozza fel a reggelit kis tálcán, sírálj, pottyantja le a tojást, hogy fel is legyen ilyen jellegű? Nem, ennyire nem. A Zsül pottyantja a tojást. Így van. És ez nem annyira jó, mintha sírály hozzá. És nem ét. Igen, illetve nekem a békák vannak az ablakom előtt, amit tegnap éjszaka már rituálisan akartam az összeset megölni, mert hogy nagyon mérges vagyok rájuk, kurutyoló hangot adnak, meg tudjuk mutatni a hangot egyébként? Most nem tudjuk, majd megmutatjuk elköszönés előtt. Nem hiszed el, Tibi, hogy ezek a békák milyen hangot adnak egyébként? Nem olyat, mint az európai békák. Utam, Balázs visszaadta az étlapot is tegnap este a vacsorán, és csak annyit mondott Bicének. Békacom. Ezt tennék, igen. Figyeljetek, rohadtul irigylünk benneteket, nagyon jó helyen vagytok, vigyázzatok magatokra, és hiányozzak nagyon. Nagyon fogsz hiányozni. Nagyon-nagyon hiányzol. Tibi! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.